Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 11-éig. És itt láthatóak az egyes napok. Hétfő felett a hold uralkodik, kedd felett Mars bolygó, szerda felett Merkur bolygó, csütörtök felett Jupiter bolygó, péntek felett Vénusz bolygó, szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik, és középen látható a nap szimbóluma, és a nap vasárnap felett uralkodik. Most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák a hétfői napra. Te kapsz egy hírt. Sajnos ez a hír elszomorít téged. A keti napon egy visszafele tekintő Merkur bolygó és Vénusz bolygó együtt hat. Ez jelenti a szerelmet, a szerelmi témákat, a beszélgetéseket, mivel Merkur bolygó visszafele tekint, ez utalhat a múltra, vagy azt is jelentheti, hogy fékezi az eseményeket, és vársz egy hírre, de légy még türelmes. Merkur bolygó augusztus 28-áig visszatekintő, utána megváltoztatja majd az irányt, és előre halad, ami azt jelenti, akkor majd előre mennek az események. A keddi nap. Itt nagyon sok a munkád, szorgalmas vagy. Az is lehet, hogy várod azt, hogy ő jöjjön hozzád, de nem tud jönni, mert dolgozik, és lehet, hogy ez szomorít el téged. A munka, ami ezen a kártyán látható, utalhat a munkahelyedre is. Lehet, hogy ott van ez a szomorúság, vagy valaki megbántott téged. A szerdai nap. Itt betegség látható. Lehet, hogy nem érzed jól magad, vagy valaki beteg a környezetedben. Azt is jelentheti a kártya, hogy valami betegít téged, mivel itt van a munka, valószínű a munkahelyeden. Az is lehet, hogy egészségügyi területen dolgozol, sok a munkád, de vannak kihívások, nem látható, hogy boldog lennél a munkahelyen. Csütörtök. Ez a férfi szintén szomorú, töpreng valami felett. Tehát te is szomorú vagy, hiszen jön egy rossz hír, de ő is szomorú. Péntek. A pénteki nap felett Vénusz bolygó uralkodik. Itt van egy hamis személy. Ez a hamis személy lehet egy hamis barátnő, vagy valaki a családból. Mivel itt a munka megjelenik, lehet, hogy a hamis személy a munkahelyeden van. Az is lehet, hogy ez a hamis nő az ő környezetében van, és valamit tett, vagy pletykálkodott, vagy ellopott tőle valamit. Tehát itt megvan a hamisság, lehet, hogy emiatt olyan szomorú és töpreng e felett a személy felett, vagy e felett a helyzet felett. Szombat. Itt látható, hogy eléred a céljaidat. Meg lesznek a sikerek. De azért légy óvatos, hiszen látható, hogy van hamisság a környezetedben, vagy az ő környezetében. Ne beszélj a terveidről.
Vasárnap. A szerelemben minden jól alakul, hiszen itt van a szerencse. A galambok szimbolizálják a szerelmes párt, és ez te vagy, meg ő. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!